Bár jogszabály szerint az üzletek december 31-én legfeljebb 18 óráig lehetnek nyitva, a kereskedelmi láncok saját döntése értelmében a boltok, áruházak 16 órakor bezárnak az év utolsó napján. Január 1-én azonban minden kereskedelmi egység zárva tart. Ez alól csak a benzinkutak mentesülnek, valamint az éjjel-nappal nyitva tartó kisboltok és néhány trafik. A vasút december 31-én munkanap szerinti menetrendet alkalmaz. A MÁV tapasztalatai szerint holnap, valamint január 2-án kell a megszokottnál jóval nagyobb utasforgalomra számítani. Az év első napján ünnepnapi menetrend szerint járnak a vonatok. A Volánbusz tájékoztatása szerint a helyi és helyközi járatok holnap a munkanapokon érvényes menetrend szerint közlekednek, január 1-én viszont a munka szüneti napra érvényes menetrend alapján járnak a buszok. Fontos tudni, hogy a városi szilveszter miatt a Kossuth téren december 31-e 14 óra és január 1-e 8 óra között semmilyen jármű nem haladhat keresztül, így a helyi járatok sem. Azok a buszok, amelyek útvonalába esik a Kossuth tér, ebben az időszakban a Pólya-Tibor út felé közlekednek. A szabadságtéri megállót nem érintik.